a karcagi születésű Fabrici Kovács Mihályról, aki 1779-ben a Császtoni ütközetben vesztette életét, most jelent meg dr. Pintér Zoltán Árpád könyve. Karcagi bemutatón a Zrínyi kiadó vezetője, dr. Isaszegi János nyugállományú tábornok szerint ez a nap ünnep a városnak, a szerzőnek, azoknak, akik egy nagyszerű mű létrehozását kezdeményezték. De ünnep a kiadónak is, hiszen egy kivételes katonai pálya rajzolódik ki az olvasó előtt a kötetben. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, miniszterhelyettes szerint nagy megtiszteltetés a tárca számára is, ha igazi hősökről jelenthetnek meg könyvet. Ugye legutóbb pont egy Kovács Mihály emlékünnepségen találkoztunk, és akkor fogalmazódott meg az az igény Fazekas Sándor miniszter úrtól, hogy a város jeleséről készüljön egy összefoglaló mű, mert jó néhány évtized telt el azóta, amióta róla megjelent egy monográfia. És ennek a városnak van egy nagyszerű történelemtanára, ezt pedig az unokaöcsémtől tudom, akit ő tanított, és így összeértek a vonalak. Sok-sok kutatómunka, sok-sok írás, megszületett a kézirat, és eljöttek hozzánk a Zrínyi kiadóhoz, és mi minden ilyen művet nagy szeretettel támogatunk, és adunk is ki. És ma ennek a könyvkiadásnak, ennek a gyönyörű könyvnek, a Pintér Zoltán tanár úr által írt könyvnek, és Fazekas Sándor által mentorált könyvnek a bemutatójára fog sor kerülni. Ezt különösen azért tartom nagyon fontosnak, mert a világ nem teljesen ilyen, mint önöknél itt Karcagon. Karcagon büszkék az emberek a hagyományaikra, ma épp nagykunkapitány választás is lesz itt a könyvbemutatóval majdnem, hogy egy időben a Birkafőző Fesztivál, ugye most már ez több mint két évtizede jelképe Karcagnak, hogy a birka pörköltről, ugye ami hungarikumok közé vétetett föl, ne is beszéljek. Szóval itt ápolják a hagyományt, őrzik, tisztelik, fölnéznek a hősökre, az ősökre. Ugyanazt pedig ebben a világban nem mindenütt tapasztaljuk. Hát a legutóbbi hír, hogy Robert Lee tábornoknak a szobrát tüntették el, és helyette most egy ilyen valami, el szeretnének ott ásni ilyen új jelképekkel, egy Pfizer vakcinával, egy öklétrázó fekete bőrű nővel, meg a Black Lives Matternek a szimbólumával szeretnének létrehozni egy új teret. Teljesen elképesztő, ami a világban zajlik, és én ezért vagyok büszke, hogy ilyen helyekre eljöhetek, mert Magyarországon én gyakorlatilag bármerre járom a vidéket, mindenütt hasonlót tapasztalok, mint itt Karcagon. Gratulálok a karcagiaknak. Dr. Fazekas Sándor szerint is fontos, hogy a leghíresebb karcagi huszáról ilyen szép könyv jelenhet meg. Bár a karcagiak jól ismerik Fabrici Kovács Mihály nevét, de még számukra is tartalmaz új érdekességet a könyv. Így még gazdagabb mostantól ez a tudásanyag, amire támaszkodhatunk, jelentette ki a politikus. Külön büszkeség az, hogy dr. Pintér Zoltán tanár úr, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke írta ezt a könyvet. Köszönet a szakmai lektornak, tudományos lektornak, a kiadónak, mindenkinek, aki közreműködött ebben, hiszen egy olyan értékes életút tárul elénk a könyvnek köszönhetően, amely azt hiszem, hogy a 1700-as években egészen egyedülálló erről a vidékről, Európának a legkülönbözőbb tájain keresztül egészen Amerikáig vezet. Kovács Mihályról a karcagiak sokat tudnak, sokat tudunk, és sokszor találkoztunk is életútjának különböző állomásaival. Én nagyon örülök annak, hogy ebben a tényleg gyönyörű kötetben, két nyelven, alapos kutatómunkával újabb és újabb részleteket sikerült föltárni, újabb adatok kerültek elő, családokat, leszámazottakat is sikerült találni, és így még gazdagabb lesz az a tudásanyag, amire támaszkodhatunk. Büszkék vagyunk Kovács Mihályra, aki ennek a vidéknek a szülötte, kálvinista, kisnemesi családból származó ember, aki helyt állt a legkülönbözőbb csatatereken, és hát a szabadság, ami a kun léleknek, a kun életfelfogásnak is elengedhetetlen része, a szabadság mellett kötelezte el magát, és már sikeres pályát követően választotta azt, hogy az amerikaiakért, az amerikai szabadságért küzd.
A kötet történelmi szakmai lektora dr. Barta Róbert arról szólt, hogy Kovács Mihály 55 évéből 39 évet huszárként szolgált, és a ranglétra alsó fokáról küzdötte fel magát az ezredesi szintre. Hát ez egy nagyon alapos munka. A történészek, amikor egy történeti művet megnéznek, akkor két dologgal kezdik, mennyi és milyen minőségű alapjegyzet, itt majdnem 300 van, és milyenek a hivatkozások. Itt nem csak magyar hivatkozásról van szó, hanem német és angol nyelvű hivatkozásokról is van szó, ráadásul nagyon komoly levéltári munka, tehát ilyen szempontból a legszigorúbb szakmai kritériumoknak is megfelel a kötet. Nagyon jó a szerkezeti felépítés. Ugye van egy keretet adó előszó, utána bemutatja a 18. századot, bemutatja egyébként a huszár fegyvernemet, a huszárságot, bemutatja Magyarország helyzetét a birodalomba, és akkor úgy közelít Fabrici Kovács Mihály életére. Minden apró részletet megpróbált a szerző feltárni. Azt hiszem, hogy olyan sok munka már nem maradt Kovács Mihály életével kapcsolatban. Elképzelhető, hogy néhány francia vagy amerikai levéltárban még valami akad. Ez nyilván a fiatalabb generáció vagy a szerző további munkáját jelenti, de én azt hiszem, hogy 98%-ban ez a téma a szerzőnek köszönhetően feldolgozott. Dr. Pintér Zoltán Árpád elmondta, hogy Kovács Mihálynak a fő célja mindig a feladat és a parancs teljesítése volt, amely számára egyúttal a mindennapok természetességét jelentette. Fő célja mindig a parancs, a feladat teljesítése volt, és lett légyen ez a császári huszárezredekben, vagy azt követően a francia bercsényi ezredben, a redemcionális Jászkun huszárregimentben, vagy egy közel 10 éves hosszú szolgálat alatt második nagyfrigyes porosz hadseregében, esetleg a lengyel függetlenségi mozgalomban, a Bári Konfederációban, vagy élete alkonyán a születő Egyesült Államokban George Washington főparancsnok katonájaként, számára ez a mindennapok természetességéhez kötődött.